Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények. Ha fejlődni akarsz, fogadd el, hogy bolondnak fognak tartani. Ne törődj semmivel, ami független a te akaratodtól, de igyekezzél megjavítani minden dolgokat, amik rajtad állnak. Ne kívánd, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy te szeretnéd. Inkább a kívánságaidat szabd hozzá az események alakulásához, meglátod, nyugodt lesz életed folytatása. Tűzd magad elé egy jellemet és mintaképet, és tartsd magad hozzá, akár egyedül vagy, akár az emberek között. A világot nem úgy látjuk, ahogy az van, hanem úgy, ahogyan mi vagyunk. Mindaz, amiért az emberek lelkesednek, minden, aminek a megszerzéséért izgulnak és fáradoznak, a legkisebb örömöt sem adják nekik. Mindaddig, amíg ezen fáradoznak, azt gondolják, hogy az ő boldogságuk abban van, amiért megszenvednek. De csak érjék el a vágyukat, rögtön elkezdenek újra vágyakozni, bánkódnak és irigykednek amiatt, amiük még nincs. Nem mi haszna vágyaink kielégítésével érhető el a nyugalom, hanem ellenkezőleg, az ilyen vágyaktól való megszabadulással. Ha meg akarsz győződni ennek igazáról, fektess fele annyi munkát az üres vágyaktól való megszabadulásra, mint amennyit eddig a megvalósulásukra fordítottál, és te magad is hamarosan meglátod, ha így teszel, sokkal több nyugalmat és boldogságot kapsz. Győzhetetlen lehetsz, ha nem bocsátkozol olyan küzdelmekbe, amelyekben a győzelem nem tőled függ. Az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán, körülhordoznak egy tálat, éppen hozzád ér, nyújtsd ki a kezed és szerényen vegyél belőle. Ha elmegy melletted, ne állítsd meg. Ha meg nem jön, ne fürkész utána sóvár tekintettel, hanem válj türelemmel, amíg hozzád ér. Így viselkedj a gyerekekkel, az asszonnyal, a hivatalokkal, a vagyonnal szemben is, s méltó leszel arra, hogy az Istenek asztaltársa légy. Ha pedig az eléd tett ételekből nem veszel, hanem eltekintesz fölöttük, akkor nem csak a lakomájukon veszel részt, hanem együtt fogsz uralkodni az Istenekkel. Két dolog is megeshet, mikor találkozunk valakivel, vagy barátság szövődik közöttünk, vagy megpróbáljuk meggyőzni a másikat mindarról, amiben hiszünk. Ugyanez történik akkor is, amikor egy izzó széndarab kapcsolatba kerül egy másikkal, vagy megosztja vele a parazsát, vagy a másik túláradása kioltja azt. Először ismerd meg önmagad, aztán ennek megfelelően öltöz fel. Nem tanulhatod meg azt, amiről azt hiszed, hogy már tudod. Ne oktass ki senkit arról, mit tegyen, te egyél úgy, ahogy neked tetszik, és maradj csendben. A betegség csak a testet bénítja meg, a szabad elhatározást nem, ha az maga nem akarja. A sántaság is csak a lábat akadályozza, de a szabad elhatározást nem. Ezt mond mindennel kapcsolatban, ami eléd kerül. Rájössz, hogy minden csak más valamit akadályozhat, téged nem. Gyorsan mosakszik valaki. Ne mondd rá, hogy rosszul, hanem csak azt, hogy gyorsan. Ha valaki sok bort iszik, ne mondd, hogy rosszul cselekszik, hanem csak azt, hogy sokat iszik. Mielőtt a szándékát megvizsgálod, honnan tudnád, hogy helytelenül cselekszik-e? Így nem fog veled előfordulni, hogy más lesz, amiről kézzelfogható észrevételeid származnak, és más, amit helyeselsz. Ha valaki rosszul bánik veled, vagy rosszat mond rólad, emlékezz erre, abban a hiszemben teszi vagy mondja, hogy alapja van rá. Ő csak aszerint cselekedhet, ahogy neki, nem pedig neked, helyesnek látszik, ha pedig hamis a véleménye, az neki árt, mert tévúton halad. Ha valaki egy helyes mondatösszetételt hamisnak tart, az nem a mondatösszetételnek árt, hanem annak, aki tévedett. Ha ebből indulsz ki, nem fogsz haragudni a rágalmazódra. Bármit mond, jegyezd meg, neki úgy tűnt igaznak. Ha egyszerűségre szoktattad a tested, ne hencegi vele, s ha vizet iszol, ne mondd el minden alkalommal, hogy te csak vizet iszol. Ha edzeni akarod magad a küzdelmekre, magadban csináld, ne a kívülállók előtt. Miként az asztalos anyag a fa, a szobrászé az érc, úgy minden egyes ember életművészetének anyaga a saját élete. Ne fecsegi sokat az elveidről.
Inkább cselekedj az elveid szerint. Epiktétosz körülbelül 55 és 120 között élt, görög sztoikus filozófus volt a Római Birodalom idején. Rabszolgaként született, de később szabaddá vált, és gazdag, intellektuális életet élt. Az ő filozófiájának középpontjában az állt, hogy az embereknek kontrollálniuk kellene azokat a dolgokat, amelyek felett hatalmuk van, és el kellene fogadniuk azokat, amelyek felett nincs. Ismert a tűrés tanítása miatt, mely szerint az embereknek alkalmazkodniuk kell az élet változásaihoz, és meg kell tanulniuk szembenézni a nehézségekkel. Az Epiktétosz által írott Enchiridion, kézikönyv, és Diatribai, beszélgetések, a sztoicizmus alapművei. Műveiben hangsúlyozza, hogy a boldogság a személyes erényben, az önuralomban és az érzelmi zavarok legyőzésében rejlik. Napjainkban is nagy hatással van a személyes fejlődés és önsegítés területén. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Amennyiben tetszett, kérlek nyomja like gombra és oszd meg barátaiddal. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, a videó alatti linken megteheted.